40. Bősi szabadrúgás 1-0-ra vezetnek a vendégek. Gután a kékek és Zsigmond Kevin természetesen a labda mögött. Jönnek a védők is. Nagy a forgalom. Kapu eléterében Méri csúsztat tovább, és végül is valahogy sikerül szögletre mentenie Bánki Máténak. Ide-oda pattogott a labda. Veszélyes volt bizony Molnár Jakab, és prágai Méri Tomi is ott volt. Egyenesen csavarta ballal Kevin a kapu előterébe, csak bele kellett volna kotorni. Most a Bősi játékmester elvégző a negyedik vendégszögletet. Ott maradt mindenki, a fejelő specialisták is, Zsigmond a hosszú sarok felé! És a kapus helyett Kürti fejeli ki szinte a gólvonalról. Közel állt a 0-2-höz a Bős, míg jöhetnek a gútaiak. Forró. Mucha. Iszakov. Szikonya. Kérné, Kürti sem kapja, egy hosszan előre vágott labda. Méri jön vissza. És eltakarítja, de rövid. És itt pedig Zsigmond szabálytalankodik. Iszakovval szemben. Abban a gútaiaknak is egy remek szabadrúgás lövője, akár csak a bősieknél Zsigmond Kevin. Természetesen ő van a labda mögött. Karim Mehdi Gemes, a francia. Jól is jön ez középre, megcsúsztatják, rosszul jön ki Ollári, és egy komikus gól szinte. Hát hihetetlen, hát azt nem mondom, hogy potya gól, de hát ebben benne van az egész bősi védelem, és a kapus is. Illés Dánielt ölelgetik. Átejtette valóságra, csak bele stukkolt fejjel. Hát nem egy fejelő specialista Illés Dani, de hát mondom, megtorpant Ollári, és átemeli egy érdekes mozdulattal. Nem egy tipikus fejes gól, hát mondom, inkább a komikus kategória, de minden esetre ezzel egyenlít a Gúta a 44. percben. Gúta Bős 1-1.